Köszöntöm nézőinket, ez a Fő utca, a D+ TV közéleti magazinja. Mai műsorunkban többek közt véradással, a Petőfi Általános Iskola energetikai korszerűsítésével és az uszoda felújításával foglalkozunk. A Magyar Vöröskereszt Dunaui Városi Szervezete az elmúlt időszakban tematikus véradásokat szervezett, pontosan azért, hogy minél több önkéntes véradót toborozzon. Ilyen volt például még 2017. október végén megrendezett halloweeni és az augusztusban megtartott retro véradás. Akkor rengetegen tolongtak azért, hogy egyenként 4,5 deciliter vérrel segítsenek. Az élet nyáron sem állhat meg, hirdeti a Magyar Vöröskereszt legújabb, nyárra szóló véradó kampánya. Ez az időszak ugyanis az egyik, ha nem a legnehezebb a donorszerzés szempontjából. Fedkata azt mondta, azért is van nehéz dolguk, mert a nyári hónapokban is ugyanazzal a vérkészlettel kell rendelkezniük, mint mondjuk januárban vagy februárban. A cél mindenképpen az, hogy megpróbáljuk az üzenetet eljuttatni a véradókhoz, hiszen a nyár a pihenésről szól, a szabadságról, az üdülésről. Nyilván egy picit nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az embereknek ez is eszébe jusson, hiszen nem ez az első ilyenkor. Ezért próbálunk meg ilyen akciókkal és promóciókkal még felhívni a figyelmet. Jelen pillanatban, hogy ugye alkalmazkodjunk a nyári nyaraláshoz, wellness hétvégéket, koncertbelépőket, heti és havi nyereményeket sorsolunk ki, nyilván a résztvevő véradók között, és lesz a végén pedig egy nagyon klassz kis színes tévés fődíjunk. Nyilván az emberek szabadságon vannak, azzal vannak elsősorban elfoglalva, viszont a második rész pedig annyiból rosszabb ilyenkor a helyzetünk, hogy sokkal több a baleset. És a vérkészleteinknek ugyanolyan mennyiségben kell rendelkezésre állni, mint mondjuk februárban vagy márciusban, csak ilyenkor sokkal nagyobb munkánkba telik az, hogy elérjük az embereket, meg tudjuk őket szólítani, ezért próbálunk ilyenkor olyan helyszíneket is, ami délutáni időpontban, központi helyszínek, hogy megpróbáljunk minél több véradót megfogni. Dunaújváros és környékének 5500 egység éves szinten, ez ugye nyilván megfelelő egyenletes elosztásban, akkor nem nehéz kiszámolni, hogy körülbelül egy hónapra mennyi esik, tehát pontosan ezért nem állhat meg az élet nyáron sem. A kampányunk következő helyszíne Nagyvenyén, Perkáta, Ercsi, tehát most egy picit a vidéki településeket keressük meg. Nagyon sok véradásunk lesz bent a benti vérellátóban, ugye a helyszínen. Ide telefonos behívásokkal próbáljuk csábítani a véradókat. És egy legújabb eszközünk, amivel megpróbálunk eljutni a véradókhoz, Facebookos oldalt készítettünk, Dunaújváros és környéke Facebookos oldal, folyamatosan tesszük fel a helyszíneket, próbálunk egy pár kedvességet belecsempészni, fényképezzünk, feltesszük a véradókról a képeket, nagyon kedvelik nézegetni, sokan osszák meg, és mindig úgy vagyunk az ismerősökkel, lehet, hogy egy megosztásból csak egy véradónk lesz, de azt most úgy várjuk, mint a Messiást. A véradó kampány soron következő helyszíneiről és időpontjairól a www.véradás.hu weboldalon tájékozódhatnak. A Petőfi Sándor Általános Iskola épület energetikai fejlesztésére 259 millió forintnyi támogatást nyert el a város egy korábbi pályázatnak köszönhetően. A hosszú hónapokkal ezelőtt megkezdett munkálatok során felújították az épület tetőszerkezetét, kicserélték az összes régi ajtót és ablakot új korszerű nyílászárókra, és szigetelték az intézmény homlokzatát, a kivitelezés a napokban zárult le. Mintegy 289 millió forintból újul meg a Petőfi Sándor Általános Iskola. Egy, a város által korábban elnyert pályázatnak köszönhetően szinte teljes körű épületenergetikai fejlesztésen ment át az általános iskola. Felújították többek között például az épület tetőszerkezetét, kicserélték a nyílászárókat és szigetelték az intézmény homlokzatát. A iskolánk energetikai fejlesztések munkálatai elkezdődtek még az év elején, illetve a múlt év végén, amikor a munkaterületet átadta a fővállalkozó az alavállalkozóknak, és a tél folyamán természetesen az időjárás függvényében történtek munkálkodások, majd az időjárás változásának függvényében egyre intenzívebbé váltak a munkák.
olyannyira, hogy volt, amikor egy tagozatunkat át is vittük ugye az MNK-ba, hogy elősegítsük a munkák gyors ütemű haladását, és így sikerült a végére jutni ennek a beruházásnak. Konkrétan milyen felújítások történtek? Ugye ablakcsere, mi történt még? Hát konkrétan a tető felújításával kezdődött, ahol kiderült, hogy a villámhárító rendszert is újítani kell, illetve újra tervezni, majd a homlokzati falak szigetelése, illetve előtte a nyílászárók több mint 480 ablak cseréje, 8 bejárati ajtó van, ahol duplán szintén cseréje, új részben fém, másrészt műanyag nyílászárókra, majd a szigetelés után a festése az intézménynek, amely azért már aprólékosabb, illetve a belső falak helyreállítása és festése is megtörtént. Mekkora összegből újult meg körülbelül az iskola, ki volt a kivitelező? Az eredeti projekt az, amint látható a kiírásban, 259 millió forint értékű volt. Ezt a város megtoldotta információim szerint 30-32 millió forinttal, hiszen többletmunkálatok derültek ki a kivitelezés közben, és ezt a műszaki felügyelet, illetve a projektmenedzsment is, illetve a kivitelezők is ajánlották. A fővállalkozó, a Dunaási Városgazdálkodási ZRT, a DBG ZRT volt, aki több alvállalkozóval tevékenykedett itt az épületben, akikkel időközben természetesen kialakult megfelelő munkakapcsolatunk, hiszen napi szinten találkoztunk, szembe jövett menet, és érdeklődtünk, illetve egyeztettük a kéréseinket, illetve az ő kéréseik, hogy a tanítás és a kivitelezés is tudjon haladni. Mi hiányzik még? Mi kell még, hogy összeálljon a kép? Nagyon apró dolgok, illetve nem vár dolgok, így a gazdasági udvar aszfaltozása, illetve apróságok, a nyílászárok körüli beállítások, radiátorok visszaszerelése az átjáró folyosókon, amelyek még váratnak magukra, illetve néhány külső kapu, amelyet szintén a szigetelés meg vastag, a fal vastagsága miatt kellett megbontani, annak a helyreállítása, amelyekre ígérvényünk van természetesen, illetve a felügyelet az számon fogja tartani. Ugye a gyerekek már látták, milyen visszajelzések vannak? Nagyon örültünk, örülnek. Egyelőre szokták az utolsó hetekben a új nyílászárókat. Hál' Istennek jó meleg lett, és a nyílászárók újsága még nem kellően rögzült. A függönyök egy része még nem került vissza, hiszen az ablakok tisztítása is most folyik az üvegrészeknek. Reméljük, hogy az őszre minden úgy lesz már, ahogy kell, és vissza tudunk zökkenni teljes mértékben az iskola megszokott életével. Tekintsünk ki egy kicsit szeptemberbe. Hány osztályt fognak indítani az elsősöknek, körülbelül hányan lesznek ők? A jövő tanévben most már engedélyezett 3 első osztály van a Dunaási Petőfi Sándor Általános Iskolában, a mi iskolánkban. A 3 első osztály több mint 20-as átlag létszámmal fog működni. Bízunk benne, hogy sikeresen fogják ők is teljesíteni az évet. A nyárra jól elfáradtunk, mindenki pihen, illetve augusztus 27-én lesz majd a javító vizsga, hiszen talán 6 tanulónk oda került, hogy javíthat még egy kicsit a tanulmányain. A kivitelezés a napokban lezárult, szeptembertől a gyerekek egy korszerű intézményben kezdhetik, illetve folytathatják a tanulmányaikat. A Dunai Ökölvívó Sportegyesület elkezdte edzéseit az új radari küzdősport teremben. A felkészülést edzőtársakkal teszik színesebbé. Kecskemétről és Bajáról érkeztek sportolók és edzők, hogy tanuljanak egymástól. A közelmúltban elkészült új ökölvívó terem megtelt gyerekek, fiatalok hangjával, hiszen kedden délután nem csak a dunaújvárosi, de a kecskeméti és bajai boxolók is ideutaztak, hogy barátságos körülmények között, de éles szituációkban játszanak edzőmérkőzéseket, kicsik és nagyok egyaránt. Hát igen, végre elfoglaltuk a szentélyünket, úgyhogy hát itt öröm dolgozni.
Kecskemétről jöttek, a kecskeméti kapcsolata nagyon jó, barátságot ápolunk már régóta, mi már voltunk náluk többször, csak ők nem tudtak még jönni a régi termünkbe, most már viszont itt a hely nagysága véget adott, úgyhogy tudunk akár több csapatot is fogadni, illetve Bajáról jöttek a gálosról, ők ugye már többször oda-vissza alapon voltunk náluk ugye közös edzéseken, úgyhogy ők már régi ismerőseink. Hát ugye itt vannak azért utánpótláskorú versenyzők, a gálosról ugye a felnőtt válogatottnak az oszlopos tagja, úgyhogy hát ez egy jó kis parás délután lesz, úgy néz ki. Azért a városon belül mindenki ismer mindenkit, együtt nőtek fel, akár egy lakótelepen is nőtek fel, és két azonos képességű úriember nem tudja magát annyira megterhelni, vagy annyira éles szituációba tenni egymást, és ezért, hogy idegen kézzel találkozzanak meg, akkor így egy kicsit jobban felszabadultabban tudjanak akár egy parás küzdelmet is csinálni, ugye, amiben túlságosan, hogy feltétlenül agresszió nincsen, ez inkább úgy meg vannak húzva az ütések, de nem feltétlen azért annyira éles, ez egy baráti jellegen az ökörülésben, nem tudom, hogy mennyire tudunk beszélni baráti jellegről, de mindenféleképpen ez egy baráti éles kesztyűzésről szól, vagy annak hívják. Hány sportoló jön, hány helyszínen tudnak ők küzdeni egymással, hány parti lesz így, vagy hány csata lesz ma? Hát ez elindul, ez nem lesznek előre bepárosítva, hanem ez úgy fog történni, hogy a közel azonos súlycsoportú, meg a közel azonos korosztálybeli gyerekeket külön csoportba szedjük, és akkor három ringbe fog menni a bunyó. 10-12 menetet tervezünk, majd mindjárt megbeszéljük az edző kollégákkal, hogy pontosan mennyi lesz, de 10-12 menetet tervezünk, és akkor onnantól a megindul, és partnercserés vagy párcserés történetbe fog menni akkor a kesztyűzés, hogy minden menet után másik párral fog kesztyűzni, és akkor ez így forogni fog, ez akkor mindenki találkozik mindenkivel, ugye a korcsoportot és súlycsoportot figyelembe véve. Sulák András elmondta, nem tudnak elég hálásak lenni az új terem miatt, amelyben tényleg kiváló körülmények között edzhetnek, és ezt egyáltalán nem sajnálják megosztani másokkal sem. Cserna Gábor polgármester és Orbán Viktor miniszterelnök még 2016 májusában írta alá az együttműködési megállapodást a Modern Városok Program Dunaújvárosi fejlesztéseiről, amelynek az egyik legfontosabb pontja az élményfürdő ügyének rendezése volt. A visszavásárlást és a felújítást követően június elején pedig kinyitott a fürdő a város és környék lakóinak nagy örömére. A Modern Városok Program Dunaújvárosi vonatkozásában a következő lépés a Fabó Éva sportuszoda felújítás, amely már a magyar közlönyben is szerepel, így július 24-én lezárul a közbeszerzési eljárás, és megválasztják a kivitelező céget. Csütörtökön Cserna Gábor, Dunaújváros megyei jogú város polgármestere, valamint Galambos Dénes miniszterelnöki biztos tájékoztatót tartott a Fabó Éva sportuszoda beruházásával kapcsolatban. A felújítás a Modern Városok program kiemelt része. Mi nem ígérgetünk, hanem amit megígérünk, azt megvalósítjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az egy mondatban sok mindent elmondtam, hiszen a Modern Városok polgármester úr és miniszterelnök úr által a szerződés és építési megállapodás aláírását követően az elmúlt immáron két év eddigi állomásai nem szeretnék végigmenni, hiszen rendszeresen és visszatérően polgármester úr a egyes mérföldköveknél, egyes átadásoknál mindig elmondja az előzményeket is, illetve az adott fejlesztés átadásának a jelentőségét. Én arra szeretnék még visszautalni, hogy 2018. február 22-én, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr városomban látogatott, akkor egy áttekintettük polgármester úrral, városunk díszpolgárával, Dorkota doktorral és a miniszterelnök úrral személyesen, illetve a vele itt lévő Rogán Antal miniszter úrral közösen a Modern Városok program alakulását, és azon a megbeszélésen egyik nagyon fontos elem volt a Dunaújvárosi Újvárosi Fürdő és Vízi Sportcentrum megvalósítása. Ennek
egyik nagyon fontos eleme és fontos állomása az, amely kapcsán ma sajtótájékoztatót tartunk polgármester úrral. A Fabóéval ennek az egész újvárosi fürdő és vízisportcentrum projektnévnek kiemelkedő része a Fabóéva sportuszoda felújítása, rekonstrukciója, korszerűsítése, bármelyik szót használom, lefedi a valóságot, hiszen 40 éve, több mint 40 éve készült az objektum, és azért amellett, hogy a Nemzet Sportvárosa büszke címet továbbra is viseljük, ennek az uszodának nagyon jelentős sportfunkciója van, ugyanakkor tömegsportfunkciója van, élsportfunkciója van, nem csak úszás, hanem a vízilabda, vízilabdának is otthont ad, és azt gondolom, hogy most, hogy elindult az a fejlesztés, amely egyik állomása volt a Aquantis élményfürdő átadása, és ma már erre meg polgármester úr biztos szólni fog. Nagy megelégedettséggel használják városunk és térségünk polgárai. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan uszadánk, amely mind az élsport, mind a tömegsport, mind a polgárok úszás és a víz iránti igényét, hogy így mondjam, megvalósítja és korszerű körülmények között lehetővé teszi. Miért volt fontos ez a mérföldkő? Azért volt nagyon fontos, mert elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor gyorsan, összehangoló cselekvéssel el kellett végezni azt a forrás kiegészítést, amellyel egy mérföldkövet le lehetett zárni a Fabóéva sportuszoda beruházásában. Ez pedig az, hogy 2018. július 20, illetve 26, két olyan dátum, amikor a rendelkezésre kellett állni azoknak a legvégső dátum, amikor rendelkezésre kellett állni annak a forrásnak, amely a beruházás bruttó teljes összegére lehetőséget biztosít. Ez közel 3 milliárd forint. Ez az összeg az, amely lehetőséget biztosít arra, hogy meg lehessen valósítani a beérkezett ajánlatokra is tekintettel ezt a beruházást, és ez a forrás volt szükség arra, hogy időveszteség, több hónap veszteség és a további drágulások elkerülését is elkerülhessük. Tehát ez egy preventív szándék is volt a városvezetés részéről és a támogatók részéről. Egy hónappal ezelőtt a közgyűlésen, amikor a polgármester volt szíves bemutatni, akkor volt egy hónappal ezelőtt, 18-a pedig azért egy érdekes dátum, mert akkori hatállyal bevezetni a miniszterelnök, tehát egy hónapja vagyok ebben a funkcióban, tehát ilyen érdekesek ezek a számok, de legfontosabb az, hogy a pénz rendelkezésre áll. Ebben az egy hónapban megyeiváros polgármestere és a szakterületvezetői kérése alapján minden a lehetséges eszközt megmozgattunk, amely személy szerint jó magam is, amely a különböző szakmák, szaktárcáknak a összehangoló cselekvését igényelte. Hozzá kell tenni azt, hogy mindenki tette a dolgát, és ez a kormányzati struktúra átalakítása mellett volt komoly fegyvertény, hiszen azokat az embereket is meg kell találni, akik időközben egyik helyről a másikra átkerültek, de ez egy műhely része a dolognak. Én itt szeretnék ponton köszönetet mondani a miniszterelnökség Modern Városok Programért felelős kormánybiztosának, Gyoppáros Alpár kormánybiztos úrnak, aki és kollégái, vezető kollégái nagyon nagy elánnal végezték ezt a munkát, megértették, hogy miért fontos a határidő, miért fontos a költség, további költségnövekedés elkülönése, miért fontos a város szempontjából egy kiemelt projektként. Ez csatlakozott dr. Szabó Tünde, az EMI sportért felelős államtitkára, aki szintén az államtitkárság kollégáival soron kívüli munkát végzett, és a miniszterelnökségnek pedig az a szervezete, ahol én tartozom. Tulajdonképpen ezek a szinergiák voltak fontos, és azért szeretném jelezni, mert mindenki teszi a dolgát, és ez a feladata. Ugyanakkor a időtényező mindig fontos, és ugye az államigazgatásban az a jó, hogy össze lehet hangolni feladatokat, és össze lehet hangolni embereket. Én a jövőre nézve is azt mondom, hogy most már kialakult ebben a felállásban az a személyes szakmai kapcsolat, amelyet a Modern Városok további részében gondolom hatékonyan tudunk tovább dolgozni. Ez pedig azért fontos, mert az élményfürdő további elemei, tehát a Városi Fürdő és Sportcentrum további elemei, amelyeket most ebben a körben nem tudtunk
bevinni, mert ez egy külön előterjesztés szükséges. A kettőt nyilván technikailag nem akartuk, hogy az egyik kiolcsa a másikat. Dolgozunk azon, a város projektcége dolgozik ezen, hogy az Émélyföld további elemei is megvalósulásra kerüljenek. Gondolok itt a gyógyászat, a termágút, a fürdőpark, és szeretnék megcsinálni még a külső uszodának a korszerűsítését is. Tehát van itt még feladat. Azért azt is hozzá kell tennem, hogy mindig arra is figyelembe kell lennünk, hogy nagy a verseny a modern városok között, a forrásokért, mi ebben most jó szerepeltünk. Külön szeretném itt a gondolataim végén megköszönni Orbán Viktor miniszterelnök úrnak azt a hozzáállást, amellyel arra kérte kollégáit, gyorsan, hatékonyan végezzék a munkáikat, és ő rajta nem múlott, hiszen egy nap alatt a leírásával ellátta a kormány határozatot, és így kihirdetésre került a tenapi nap folyamán. Tehát külön köszönöm miniszter úrnak a hozzáállását ehhez a kérdéshez is. Amennyiben július 24-én lezárul a közbeszerzés és megválasztják a kivitelezőt, megkezdődnek az egyeztetések a sportegyesületekkel, iskolákkal, az uszoda ideiglenes zárvatartása miatt, majd a munkálatokat is elkezdik a szakemberek. A város vezetése bízik abban, hogy a renoválás gyorsan és hatékonyan zajlik majd. Félmillió forintot kapott a Dunaújvárosi Hídgyülekezet szervezete. A Dunaújváros kenyere kezdeményezés elmúlt 3 hónapjában a vásárlók ugyanis minden ezzel a megelőléssel ellátott kenyér megvásárlása után 50 forinttal támogatták őket. Cserna Gábor polgármester elmondta, hatalmas a kezdeményezés népszerűsége, amely minden vállalkozást felülmúl. 417.500 forintot kapott a Dunaújvárosi Hídgyülekezet szervezete. A Dunaújváros kenyere kezdeményezés elmúlt 3 hónapjában a vásárlók ugyanis minden ezzel a megjelöléssel ellátott kenyér megvásárlása után 50 forinttal támogatták őket. Ez a 9. alkalom. Annak idején, amikor Széchenyi Pékség Kft. Megálmodta ezt az ötletet, hogy hiszünk a szeretet erejében, hiszünk a kenyér erejében, kenyérrel. A szeretetért nem is gondoltuk, ezt sokszor elmondtam és komolyan gondolom, hogy ekkora népszerűséget fog arapni, elérni ez a kezdeményezés, hiszen lassan majd a kórház SBO-jának apropóján az már 10. úgymond jubileumi alkalom lesz valamikor az ősz folyamán, hogy a kenyérrel tudtunk segíteni, egész pontosan tudtak a város polgárai, a város lakói segíteni, hiszen mindenek előtt nekik tartozom köszönettel, akik megvásárolják ezt a terméket, és ugye köztudottan termékenként 50 forint megy mindig egy adott jótékonysági nemes célra. Legutóbb ugye mindannyian Mások vagyunk egyesület kaphatta meg az adományt, és érdekes, hogy az is közel 500 000 forint volt, és ez természetesen csak véletlen, bár nagyjából gondolom, hogy ennek a kenyérnek is van egy törzsvásárlói közönség, aki megveszi, így jön ki nagyjából körülbelül ugyanakkora összeg negyed évente. Most pedig a hídgyülekezete kapja meg ezt a támogatást. Hogyan kerül elsőként egy egyház a kedvezményezeti körbe? Hiszen azért óvoda, bölcsöde, civil szervezetek, iskolák, ugye ez volt eddig az egyesületbe, ez volt a megcélzott kör. Most egy olyan egyház, amely ugyan nem tartozik a történelmi egyházak körébe, de amikor Attila barátom megkeresett engem azzal a felvetéssel, hogy a Városháza tér teret, úgymond a város önkormányzata biztosítja a számukra, akkor jöttem rá, hogy a hitéleti tevékenységen túl, amely alapvető feladatuk és célkitűzésük, milyen nemes és egyéb jótékony feladatokat vállal fel a hídgyülekezete, mégpedig ugye ajándékosztás, élelmiszerosztás, játékosztás, illetve melegétel biztosítása a rászorultak számára. És akkor gondolkodtunk a Pékség vezetőivel, illetve tündével, a Turinform irodával, hogy egyház is ugyanott természetesen bekerülhet ebbe a kedvezményezeti körbe. Így került be a hídgyülekezet, amelynek egyébként szintén köszönettel tartozunk túl az egyházi tevékenységén, ugye az a társadalmi szerepvállalással, amelyet az elmúlt években Dunaváros polgárai felé
amivel Dunás polgárai felé megnyilvánulnak. Lissák Kálmán, a Széchenyi Pékség ügyvezető igazgatója elmondta, a Dunaújváros kenyere program sikere ma már megkérdőjelezhetetlen, és bízik abban, hogy ez a jövőben sem lesz másként. Én úgy gondolom, hogy pont fordítva történhetett ez az eseménysorozat. Valószínűleg, mint újdonság és finom termék keltette fel először az érdeklődésüket, és aztán, ahogy igazából a kezdeményezés és a támogatás és ennek a kialakult rendszere és a médián keresztül, nyilván az önök segítségével is egyre nagyobb ismertségre tetszett a termék és az összegyűlt összegeknek a célba érése. Ez úgy gondolom, hogy fokozta az érdeklődést, vagy hogyha nem is fokozta, de ébren tartja mind a mai napig. De egyébként érdemes lenne megkérdezni a város lakóit is, akár én teljes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a mégségünk előtt megkérdezzék a másnálokat, aki ilyen kenyeret vesz, hogy miért veszi ezt a kenyeret. Úgyhogy szerintem mind a kettő tényező ott van a kenyér sikerében. Hozzátette, minden negyed évben az önkormányzattal közösen választják ki a kedvezményezetteket. A következő 3 hónapban a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi betegellátó osztálya részesül a felajánlásból. Nagyon meglepődtünk, mert általában a sürgősségi osztályt nem ilyen összefüggésben szokták emlegetni. Sajnos ott a betérő betegek rossz állapotban vannak, sürgős problémájuk van, nagy bajban vannak, és ezért nem ezek az érzelmek szokták övezni a munkánkat. Nagyon örülnek a kollégák, nagyon örülünk a felajánlásnak, és 1000 helye van természetesen nálunk is ennek az összegnek. Viszont mivel a forgalmunk nagyon nagy, évente 17 000 embert ellátunk, akiknek körülbelül a negyede kritikus állapotban vagy súlyos állapotban, és őket általában kíséri rengeteg hozzátartozó, ezért nagyon zsúfoltak a várakozó tereink. Valamilyen szinten a várakozó terek komfortosítására szeretnénk fordítani, elsősorban a szellőzés klímát szeretnénk ebből megvalósítani, a részleteket majd menet közben fogjuk kidolgozni. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzék továbbra is a D+ TV műsorait, viszontlátásra!